Sziasztok, itt vagyunk a Nagyvárad téri metró megállóba, ami holnaptól ismét végállomás lesz. Szóval, hogy át lett adva az előző két hete a Nagyvárad tér és a Köki közötti szakasz. De mondja is. Az, hogy most üzemzárástól indul a középső szakasz felújítása, tehát holnaptól már a középső szakaszon nem fog metró járni, igazából az a három állomás érintett már csak, a Nyugati pályaudvar, a Deák tér és a Kálvin tér. Ugye már a többi négy megállót azt már korábban lezárták. Most csak annyi változik, hogy akkor ezen a hármon sem fog megállni a vonat, hanem vonatpótlóbuszok, vagy hát metrópótlóbuszok lesznek. Nagyvárad téren ennyi fejlesztés volt, hogy tettek ide egy kutat, amiből lehet vizet inni. Ez korábban nem volt itt, de egyébként a felújítás ezt a megállót még nem érintette, és a mostani sem fogja, hanem a Lehel tér és a Nagyvárad tér az majd külön lesz lezárva. Szerintem amikor a középső szakasz elkészül, akkor ezt a két megállót, hát vagy egyszerre, vagy külön-külön, de úgy lesz lezárva és úgy lesz felújítva. Tehát most ennek a videónak az lesz majd a lényege, hogy azt a három megállót fogom itt levideózni a ma láthatunk utoljára eredeti állapotában. Úgyhogy a következő metróra felszállok és elmegyek a Kálvin térig, aztán utána még levideózom a Deákot és a Nyugatit. És gyakorlatilag ennyi, a több idő már van felvétel. Kihaladt, itt vagyunk a Kálvin téren. Hát ez a kék dizájn is valószínűleg el fog tűnni, ezek a székek szintén. Valószínűleg ugyanolyan ez a gránit vagy márvány székek lesznek, mint amit az eddigi felújításon láttunk. Itt van a forgalmi ügyelet, ez is csak igen, itt még megvan a régi CRT monitor, és ez is el fog tűnni, meg ezek a visszaszámláló táblák is valószínűleg. És itt a régi utas tájékoztató tábla, meg az óra, ami valószínűleg szintén megy a levesbe, meg a régi tájékoztató. És hát Kálvin tér a 5 alagutas állomás. És ami itt a legfájú, lehet, hogy hát itt van a 4-es metró átszálló szakasza, amit utólag építettek be 6 éve. Az valószínűleg megmarad az eredeti állapotában, szerintem nem fognak nyúlni, de hát majd kiderül.
az újonnan megnyitott szakasz, az a 4-es metró fele itt lehet átszállni, és ez valószínűleg meg is fog maradni. Mert ugye ezt alig 6 éve építették, tehát itt valószínűleg nem nyúlnak. És igen, látszik itt a modernebb és az elavultabb, és ezt fogják felújítani. Ezek az üdő alkalmatosságok se fognak megmaradni. Mondjuk ezek ékád lenne, ezek itt még egész dizájnosak, meg élik itt a mostani állomás dizájnban, de valószínűleg nem maradnak meg. Ezekkel az oszlopokkal nem tudom, mi lesz. Szerintem maga az oszlop meg fog maradni, csak valami burkolata biztos, hogy ki lesz cserélve. Ilyen mozgó lépcsők. Itt lehet, hogy az akadálymentesítés miatt az egyik mozgó lépcsőt beáldozzák, és félben itt lesz. Az Arany János utcánál ez a terv, ott nem is lehet másképp megoldani az akadálymentesítés, mert ugye lakóházak alatt van a peron, meg a lépcsőt, tehát máshol nem lehet a liftet felhozni. Itt nem tudom, mi a helyzet, de mivel itt ugye négy mozgó lépcső van, és ugye maximum csúcsidőben van kihasználva, tehát el tudom képzelni, hogy egyet be fognak áldozni, és ott lesz a lift. Itt ezek a tájékoztatók. Na, ezeknek nem tudom, mi lesz a sorsa, de meglepődnék, hogyha ezek megmaradnának. Főleg, hogy már elavultak is, mert most már ugye nem klinikáknak hívják, hanem Semmelweis klinikáknak. Ez a metró megállót, ami mondjuk pillanatilag bele is van zárva. És érdekes az érdek, megújult M2 a barátod. Hát csak itt nem a 2-es metróra gondolnak, hanem a tévécsatornára. De itt a metróban ez a hirdetés, ez nagyon találó. Csak hát az M2 és 13 éve újult meg, hát az nem mostanában.
Megérkeztünk a Deák téren, na ez az, ami ugye biztos, hogy restaurálva lesz, viszont én most úgy hallottam, hogy vissza fog kerülni ez a betűfal. Egyébként ez Portugália ajándékozta Budapestnek, és szerintem egy József Attila vers portugál nyelven a megfejtése ennek. Ez fontos, nem tudom, viszont érdekében néz ki. Ugye ezek a egyenszékek, csak itt most illik az állomás dizájnjába, és ezért most ez a pirosas színe van a kék helyett. És igen, itt a betűfal, ez a Deák téri állomás jellegzetessége. Hát ez átszálló kapcsolat is, de itt át lehet szállni a 2-es metróra és a Kisföld alattira is. És még egy érdekesség erről a megállóról, hogy itt zajlott a Control című filmbe az üldözős jelenet. Tehát itt kergették a gyalogkapukhoz. Utastájékoztató táblát már elvitték. És a másik oldali betűfal. Na ezt egy darabig nem fogjuk látni. Egyébként még egy érdekesség, hogy ez nem egy kihagyott reklámtábla, hanem egy vetítővászon, és így a 3-as metró több állomáson is volt ilyen régen, bár működésben szerintem is még egyet sem láttam, de régebben igen, ide reklámokat vetítettek ki. Ugye oda lehetett rakni projektort. Hát már nem használják szerintem legalább 10 éve. Kijevben viszont láttam hasonlót, ott még hangszóró is volt hozzá kapcsolva. Ha a kijevi metrós videóimat megnézitek, ott valamelyikben ez benne van. Sikerült is egy működés közben rögzíteni. Hát, egy időben nálunk is használták, de már szerintem legalább 10 éve nincs. Legalábbis nekem nem rémlik, hogy valaha láttam volna ilyet működés közben. A betűfal itt is. Mivel az átszálló csomópont több kiállata is van. Ez például a 2-es metróhoz lehet itt átszállni, a másik oldal pedig a felszín fele, ahol a Kisföld alatti is van. De ez például közvetlenül a 2-es metróhoz megy. Szintén a utastájékoztató feliratok. Hát ugye itt is ugye a klinikák állomást nevezték csak át ezen a szakaszon. De valószínűleg ez nem fog megmaradni, hanem valami más lesz helyette. És itt a másik oldal. Forgalmi ügyelet, és ott is a régi CRT monitor.
Az felmegy a szerelvény, akkor megmutatom nektek. Ez a CLTTV, ez biztos nem fog megmaradni. Vezetőknek tájékoztatás, következő állomás, ugye a Ferenciek tere áthaladás. Az átszálló folyosó a 2-es metró felé, na most, hogy ez le lesz az állva, vagy nem, azt most nem tudom. Nyugati pályaudvarra érkeztünk. Indítófökös. Szintén van egy CRT monitor, na majd ha kimegy a szerelmény, ezt megmutatom. Meg itt is a kék színű dizájnhoz ez a narancssárga színű székasszony. És ezt se látjuk már sokáig. És itt van a West End felüli kijárat, amit már több mint egy hónapja lezártak korábban, itt már kezdték a felújítást.
ez maga a nyugati pályaudvar. Tájékoztató kijelző hűlt helye. Ezt már vagy lelopta valaki, vagy leszerelték. Ez szintén egy CRT TV, és itt még az előre számláló, meg az a digitális óra. Viszont jön egy szerelvény, úgyhogy innen a papír. És itt volt régen a forgalmi ügyelet, de már ugye, látható, hogy itt már nincsen. A jelenleg egyetlen működő mozgó lépcső, és itt is el tudom képzelni a feldeliftes megoldást, hogy az akadálymentesítés az lesz, bár itt megoldható másképp is. Ugye elég széles itt a dolog, és első középen onnan, és bárhol be tudnak tenni egy liftet, ha akarnak, akár ide középre is. Azért látja, hogy itt elég nagy hely van, tehát hogyha úgy egyszerű, bár nem tudom, hogy a felszínen ez hogy néz ki, de akár ide középre is lehet egy liftet tenni, és már is megoldva az akadálymentesítés, és akkor ugye az egyszerűbb, mint egy feldepályás lift, de lehet, hogy itt is az lesz a megoldás, mert másképp nem lehetséges. És ezt nézzétek itt, na nagyon eldugva van egy konnektor. A nyugati pályában vagyunk még mindig, és működik, tehát és nem tudom még egyszer megmutatni, de tölti a telefont. Nem gondoltam, hogy ez működik, de kipróbáltam, és tényleg megy. Ja, közben megérkezett Balázs is, csak így az utolsó snitre. Aha, és tölti, igen, ott van. Nem gondoltam volna, hogy ez itt ilyen is van. De hát már nem sokáig lehet innen lopni az áramot. Ugye viszem záráskor, lezárják az állomást jó pár évre. Ugye, vagy hát egy évre biztosan. Arra figyelj!